Ezekben a sátrakban fogadják a kórházba érkező betegeket a szekszárdi Barassa János kórházban. Így dől el, hová kerül az, aki panasszal él. Átalakult az ellátás, készen állnak a vírushelyzet kezelésére. Mindenki mást, aki beteg, vagy ellátásért jön a kórházba, az Ibli Miklós utcai portánkon fogadunk. Itt egy előzetes, kérdőíves szűrővizsgálat történik a vírusfertőzés gyanújának a fennálltát megerősítendő vagy kizárandó, és a vírusfertőzöttségre való rizikótól függően mozoghatnak a betegek a kórházba. A volt tüdőgondozó és a szemészeti rehabilitációs blokkot alakították ki a vírusfertőzött betegek fogadására. Németh Csaba azt mondja, a belső átalakítás után elsősorban az akut esetek kezelését látják el. Természetesen akinek olyan baja és olyan rosszul lét, olyan problémája van, az jöhet és ellátásban fog részesülni. Viszont a nem sürgős, odázható ellátásokat azt későbbre kellene halasztani és időpontot megbeszélni. Mielőtt a kórházhoz jönnének, mindenképpen próbáljanak előtte a érintett szakmával, kezelőorvossal telefonon konzultálni. Németh Csaba azt mondta, az eddigieknél is szigorúbb szabályok között működik az intézmény, a betegek és a szakszolgálat védelme érdekében. Úgy fogalmazott, minden eszközzel az ellen küzdenek, hogy a vírus bekerüljön és fertőzzön a kórházban.